Ötletelés, miképpen lehetne hasznosítani az egykori huszárlaktanya épületeit? Erre a kérdésre várja a javaslatokat az önkormányzat, nyílt napot is rendeztek. Bontás, ledöntötték a haladás pályáját megvilágító reflektorokat, hamarosan a munkacsarnok is eltűnik. A sportkomplexum építése áprilisban kezdődik. Tiltakozás, az állatkínzásért kiszabható büntetések szigorítását szorgalmazták a civilek kék sállal a nyakukban és transzparensekkel a kezükben a főtéren. Ez a Szombathelyi Televízió híradója, a műsorvezető Potyondi Nikolett. Jó estét kívánok! Csütörtökön újra ülésezik a városi közgyűlés, ezt megelőzően a héten a bizottságokban vitatják meg a felmerülő kérdéseket. A Szombathelyi Önkormányzat Oktatási és Szociális Bizottsága hétfő délelőtti ülését a gyors döntések jellemezték. A napirendek többségét egyhangúlag szavazták meg a testület tagjai. A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság délutáni ülésén azonban több témában is élénk vita alakult ki. Az Oktatási és Szociális Bizottság vita nélkül fogadta el a város 2016. évi költségvetéséről szóló javaslatot. A testület támogatta az óvoda és bölcsöde fejlesztéseket, valamint a város rehabilitáció újabb ütemének megvalósítását szolgáló pályázatokat. A bizottsági tagok egyetértettek a kitüntetésekhez járó díjak felülvizsgálatával és a térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításával. A szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására kötött megállapodások módosítását, az óvodai felvételi körzeteket és az óvodai jelentkezések időpontját. A Gazdasági és Városstratégiai Bizottság ülésén a legtöbben a Város 2016-os költségvetési rendeletével kapcsolatban fejtették ki az álláspontjukat. Az ellenzéki képviselők több kifogást is megfogalmaztak. Ezekre reagálva Molnár Miklós alpolgármester elmondta, hogy nincs hiány a költségvetésben. A bevételeket reálisan tervezték meg. Az iparüzési adónál az elmúlt évi mértéket vették figyelembe, míg a vagyongazdálkodásban 300 milliós bevétellel számoltak. Miután a rendelkezésre álló forrásokat mindenki másképp költené el, ezért a kiadások meghatározásánál kompromisszumot kell kötni, fogalmazta meg az alpolgármester. A bizottság foglalkozott előkészítés alatt álló projektekkel, áttekintette a Gotthárd kastély és zarándok szállás kialakításának koncepcióját, és jóváhagyta a szombathelyi képtár felújítására és a Schrammel életmű elhelyezésére vonatkozó javaslatot. A testület támogatta a közlekedésfejlesztési pályázatokat, valamint a gazdaságfejlesztés szolgáló foglalkoztatási paktum megvalósítását. 25 éve egy kivételével üresen állnak a 11-es huszárúti egykori laktanya épületei. Az Európai Unió által támogatott projektnek köszönhetően most több ország hasonló problémával szembenéző városával együtt gondolkodhatnak a megoldásról a szombathelyiek. Nyílt napot tartottak a hétvégén a 11-es huszárúti laktanya területén, ahol az érdeklődők megismerhették a létesítmény történetét is. Balogh Péter nyugalmazott építészmérnök több alkalommal publikált az egykori huszár, majd szovjet laktanyáról. Most beszámolt arról is, hogy milyen mértékű környezetszennyezés érte a területet. Körülbelül olyan 15 hatalmas tartály volt, nem szabványos falat, Oroszországból hozhatták, abban tárolták ők a benzint. És kérem szépen, hát ugye elkezdték vizsgálni a szakemberek a környezetét, és kiderült, hogy körülbelül olyan mínusz 2 méter, 2 méter, 50 centi mélyen ott van, helyezkedik el a talajvíz, egy természetes rétegződés, és annak a felszínén úszott a benzin. A szakember azonban mindenkit megnyugtatott, hogy a szennyezésnek már a nyoma sincs, ahogy tűzrendészeti szempont és biztonságos a létesítmény. Kőszeg Falviné, Pajor Klára több mint 100 civil szervezet véleményét képviselte a rendezvényen. Céljuk, hogy a helyi közösségek is helyet kapjanak majd a felújított épület együttesben. Az amerikai focisoknak egy sportpályát lehetne kialakítani, a termekbe kiállító helyiséget vagy bálok rendezésére alkalmas helyet, konferenciákra, de sok minden ötletünk van.
Szombathely is csatlakozott egy Európai Uniós projekthez, melynek lényege, hogy egy helyi támogató csoport közreműködésével olyan hasznosítási tervek szülessenek, amelyek tükrözik az ott élők igényeit is. A szombathelyi városvezetés azt a célt tűzte ki maga elé, hogy fenntartható megoldás szülessen. Korábban szó esett inkubátorházak létesítéséről, sőt, régóta napirenden van bérlakások létesítése is a területen. Épp a Modern Városok program keretében jön létre most egy lakásbizottság a Nemzetgazdasági Minisztérium szakembereivel, és hát bízom benne, hogy ott is lesz lehetőség arra, hogy bizonyos forrást tudjunk találni arra, hogy itt esetleg bérlakásprogram valósuljon meg. De ez csak egy a sok elképzelés közül. Az alpolgármester azt is elmondta, hogy a mintegy 60 ezer eurós projekthez a szombathelyi önkormányzat 15%-os önrésszel járul hozzá. Ezt a pénzt egyelőre a tervek kialakítására adja az Unió, de a későbbiekben pályázhatnak majd a megvalósításhoz szükséges forrásokra is. Roham tempóban zajlik a Haladás stadion bontása. A lelátókból már semmi sem látszik. Múlt héten eltávolították az első villanyoszlopot, amelyet hétfőn a másik három követett. 2015. december 12-én Halmosi Péter góljának köszönhetően győzelemmel búcsúztak a szombathelyiek a Rónczi úti stadiontól. Ez volt a Haladás utolsó villanyfényes mérkőzése hazai pályán. Mára a lelátókat a tribünnel együtt eldózerolták. A bontás következő szakasza a kandelláberek eltávolítása. Az egyik szemünk sír, a másik megnevet, hiszen mindenkinek élmény volt az, amikor annak idején a 80-as években elkészült a villanyvilágítás, és azért az mindenképpen rangot jelentett. Most persze ez is majd rangot jelent, amikor UEFA 4-es stadionja lesz Szombathelynek. Egy oszlop 54 méter magas, súlya mintegy 25 tonna, tetején pedig több mint 50 reflektor gondoskodott a mérkőzések megvilágításáról. Információink szerint sem az építményekre, sem a reflektorokra nem tartott igényt senki. A világítótestek darabja 50 ezer forint is lehet. Az első próbadöntést már múlt héten elvégezték a szakemberek. Hétfőn délelőtt a soron következő reflektorbontása előtt előbb felmérték a torony tetején a széljárást, hiszen egy esetleges hevesebb széllökés kedvezőtlenül befolyásolhatta volna a dőlés tervezett irányát. A Bartók Béla körút stadion melletti szakaszán megbénult a közlekedés, és sokan a kerítésre felkapaszkodva követték figyelemmel a világítótest kidöntését. Az utolsó tartócsavar eltávolítása után a lánctalpas marógép rásegítésével megdőlt a villanyoszlop. És a pályába csapódott. Az esti órákra a másik két kandellábert is lebontják. Így a stadion teljes egészében a földdel válik egyenlővé, és hamarosan a munkacsarnok is eltűnik. A szakemberek érdeklődésünkre elmondták, hogy a bontás után keletkező betontörmelékeket bezúzzák és újrahasznosítják az új sportkomplexum építésénél, amely várhatóan áprilisban kezdődik. Az állatkínzás elleni erőteljesebb fellépés érdekében demonstráltak az állatvédők szombaton az ország több pontján, így Szombathelyen is. A főtéren csaknem ezren gyűltek össze, hogy kifejezzék egyetértésüket a kezdeményezéssel. Mit tehetünk az állatokért? Mi vagyunk az ő hangjuk. Legyünk át hangosak, ha baj van. Kérjetek segítséget, és segítsetek, hogy segíthessünk. Az állatkínzásért kiszabott büntetések szigorítására szerette volna felhívni a figyelmet, mint egy 1000 szimpatizáns, akik kék sállal és transzparensekkel adtak hangot véleményüknek szombaton a főtéren. Igazándiból már az, hogy valaki kitesz az árokpartra egy kutyát és magára hagyja, az már állatkínzás, hiszen nem tud magáról gondoskodni az állat, és hogyha nem tud magáról és más nem gondoskodik róla, előbb-utóbb elpusztul, éhen hal, elütik, tehát már egy ilyen úgymond egyszerű eset is annak minősül. A bírói gyakorlat változásáról számolt be Barsányi Péter, a közterületfelügyelet igazgatója is. Korábban állatkínzások esetében pénzbírságot szabott ki a bíróság, illetőleg felfüggesztett fogházbüntetést. Egyébként a tegnapi nap sajtóhíre, hogy egy olyan állatkínzás esetén, amely az állat pusztulását okozta, 5 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság az elkövetőt. Én ezt a bírói szigorítást csak támogatni tudom. A Jobbik Szombathelyi szervezete az elmúlt hónapokban napvilágot látott esetek kapcsán szintén változást sürget. Álláspontjuk szerint mérlegelés nélkül börtönbüntetésre kell ítélni azokat, akik kínozzák az állatokat. Szakértők szerint az állatvédelemre való nevelést nem lehet elég korán kezdeni. Óvodákban és iskolákban játékos formában mutatják be a gyerekeknek az állattartás helyes módját.
városi környezetben, ahol sokszor nagyon elmagányosodnak az emberek, azzal, hogy ki kell menni háromszor egy nap a kutyafuttatóra, már olyan kapcsolatok alakulnak ki, amit rendszeresen hallunk friss gazdiktól, hogy mennyiben megváltoztatta az egész életüket a kutyatartás. Könnyűnek tűnhet a feladat, de gazdinak lenni nem csak dögönyözésből és sétáltatásból áll. Nálunk az állatok családtagok, de természetesen én hiszek abba, hogy nem úgy kell bánni velük, mint mondjuk egy gyerekkel. Tehát minden állatnak, mert a családban több fajta állat is van, tehát minden állatnak megvan a bánásmódja, amit az embernek meg kell tanulni, és úgy kell bánni az állattal, amire neki szüksége van. A szervezők hangsúlyozták, a tragédiák elkerülése érdekében, ha bárki közvetlen környezetében állatkínzást tapasztal, haladéktalanul lépjen kapcsolatba az Állatvédők Vasi Egyesületének vagy a Fekete István Állatvédő Egyesület képviselőivel. Gulyás Gergely volt a szombathelyi polgári esték legutóbbi rendezvényének vendége. Az országgyűlés alelnöke több fontos közéleti kérdésről elmondta véleményét, például érintette a migrációs problémát is. 7. rendezvényével folytatódott a szombathelyi polgári esték programsorozata az Őrvidék házban. A műsor állandó vendége és egyben házigazdája, Hende Csaba ezúttal egy fiatal politikussal beszélgetett közel 2 órán át. Gulyás Gergelyt, az országgyűlés alelnökét és ebben a Fidesz alelnökét láttam vendégül, nem annyira politikusként, mint inkább közélet iránt érdeklődő, egy nálam sokkal fiatalabb nemzedékhez tartozó, gondolkodó magyar értelmiségiként. Gulyás Gergely többek között szót ejtett arról, hogy 2010-ben Vas megyéből indult a politikai pályafutása. A beszélgetésből természetesen nem maradhatott ki a jelen legaktuálisabb kérdése, a migrációs válság sem. Nagyon jól és gyorsan reagált az országgyűlés a tavalyi évben is. Jogi határzárat sikerült létesíteni, bűncselekményét tudtuk minősíteni azt, hogy ha valaki a határzárat figyelmen kívül hagyva, azt áttörve lép be az ország területére, és az országgyűlés mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ebben az évben is, ha bármilyen igény felmerül arra vonatkozóan, hogy jogszabálymódosítással kell az ország biztonságát garantálni, akkor mi a kormánypártok részéről ezt támogatni fogjuk. Az Őrvidékház több a Szent Márton emlékéhez kapcsolódó program szervezésében, lebonyolításában is részt vesz majd. Folynak a tárgyalások, nagyon jó stádiumban tartunk, ahol már egész előadott állapotok vannak, az a Hőlékbalon Fesztivál, a fogadhajtóverseny, készülünk nagyszabású családi programokkal és egy tradícióteremtő sörfesztivállal. A szombathelyi polgári esték sorozata is folytatódik az Őrvidékházban. Többek között Nógrádi György, Koncz Gábor és Csík János is a meghívott beszélgető partnerek listáján szerepel. Prágából hazafelé jövet. Szent Mártonról egy percben. Szaváriai városkép, a Szent Márton kút ábrája, feliratok és más jellegzetes motívumok díszítik Sütő Éva textilművész selyem alkotását, amely akár a túri püspök köpenyének darabjaiból is összeállhatott volna. Szent Márton köpenye is lehetne az a Sütő Éva textilművész által készített selyem alkotás, amely eredetileg a Rumi Rajki műpártolókör 1997-es pályázati felhívására született, és a jubileumi év kapcsán most újra a figyelem előterébe került. Az a bizonyos köpeny, a legenda szerint, az a világ nagyon sok részére szétdarabolták, eregeként elvitték, és én ezt összegyűjtöttem, amit tudtam, és abból patchwork technikával készítettem el ezt a fiktív erekének nevezett tárgyat, ami olyan jelképeket hordoz, ami Szent Márton életéhez kapcsolódik, és textilnyomás technikával tudtam létrehozni. A jóság, a jótékonyság erényét igyekszik a művész közvetíteni a mai kor emberének a maga eszközeivel. Munkáit, a köpenyt és számos zászlót már több kiállításon láthatta a közönség. Sütő Éva most újabb tematikus darabokkal készül, benevezett ugyanis a jelenleg zajló Szent Márton pályázatra is. Köszönöm.
Kikapott a szombathelyi Svitelszki Haladás NB1-es labdarúgó csapata a Vasas otthonában. A Jagodics kiállítása miatt 10 emberrel játszó szombathelyiek 1-0 arányú vereséget szenvedtek az angyalföldiektől. Az első félidőben nem született gól a Vasas és a Haladás mérkőzésén. A két csapat leginkább távoli lövésekkel próbálkozott, de ezek nem jelentettek különösebb veszélyt. Nem sokkal a térfélcserét követően a játékvezető második sárga lappal kiállította Jagodicsot, így a szombathelyiek 10 emberrel játszottak közel 40 percen át. Ezt pedig a hazaiak kihasználták, ugyanis Ferencia derbi hajrájában értékesített egy általa kiharcolt 11-est. A hosszabbításban ugyan Steff Wills egyenlíthetett volna, de kimaradt az ittszer, így a találkozót a Vasas nyerte 1-0 arányban. Milyen az élet, az első félidő elején pont abban a kapu előtt volt nekünk is egy ilyen 11-es szituáció, mi sajnos nem kaptuk meg, ahogy még ebben az évben még várat magára a mi 11-esünk, a Vasas pedig egy 11-essel vezetés szerzett, és még lehetett volna egy egyenlítésünk, egy 100%-os zicser volt pont Steff Wilson előtt, de Nagy Gergő óriási védése volt, a sarokból kitornázta a labdát, és így elmaradt az egyenlítés. Vereségének köszönhetően a Haladás visszacsúszott a tabella negyedik helyére. A zöld-fehérek szombaton 15 óra 30 perckor a DVTK csapatát fogadják ideiglenes otthonukban, Sopronban. A szombathelyi televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!